Kétszeresére bővíték, fejleszti nyíregyházi gyárát a LEGO. A 30 milliárd forint értékű beruházással a dán cég 1600 fővel növeli munkaerőállományát. Segítség az otthonteremtéshez. Belátható időn belül megfordíthatja Magyarország népesség fogyását az új csok, nyilatkozta televíziónknak az országgyűlés elnöke. Érdemes kérni, nem késő még beadatni az influenza elleni védőoltást, a járvány ugyanis várhatóan 1-2 hét múlva kezdődik. A védettség kialakulásához körülbelül 10-14 nap szükséges. Bővíti nyíregyházi gyárát a LEGO. A 30 milliárd forint értékű beruházással a dán cég 1600 fővel növeli munkaerőállományát. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A fejlesztéssel kétszeresére nő a nyíregyházi gyár mérete, több mint 700 új gépet szereznek be, és a csomagolási kapacitást is bővítik. A kormány költségvetési forrásból 4,4 milliárd forinttal járul hozzá a beruházáshoz. A dán LEGO csoport 2014 márciusában adta át a több mint 60 milliárd forintból felépített gyárát Nyíregyházán, a bővítést pedig 2015 októberében jelentették be. A mostani tervek szerint a jelenlegi 122 ezer négyzetméteres gyár területe a forgalomtól függően akár 290 ezer négyzetméterre is bővülhet. So the size of investment including buildings and machinery. Még a tervezési fázisban tart a projekt, de azt már látjuk, hogy ez egy 100 millió eurós nagyságrendű beruházás. Foglalkoztatás tekintetében ez azt jelenti, hogy terveink szerint 2020-ig eléri a munkavállalóink száma a 4000 főt. Jelenleg 2400 munkavállalónk van. 1600 employees. Thereby reaching a total of 4,000 working for the LEGO Group. Ma a LEGO csoport bejelentette, hogy további fröccsöntő, csomagoló és raktár területekkel, valamint adminisztrációs és üzemeltetéssel kapcsolatos épületekkel bővíti a gyárat. A beruházással a fröccsöntő kapacitása kétszeresére, a csomagolási kapacitás pedig hozzávetőleg másfélszeresére emelkedik. Azt gondolom, nem csak Nyíregyháza, a városunk, hanem az egész térség régió számára kiemelt jelentőséggel bír ez a beruházás. Több vonatkozásban is. Az első, ami talán a legnyilvánvalóbb, 1600 új munkahely, ennyi embernek biztos megélhetés a jövőben, és hát tudjuk azt, hogy a LEGO gyárban is körülbelül a dolgozók fele nyíregyházi, a többi bejár az agglomerációból jellemzően, tehát ennek a kihatása nagyon nagy. Az új beruházás kivitelezése várhatóan a következő hónapok során indul el, az új létesítmények pedig 2018-ra állnak majd készen a termelésre. Belátható időn belül megfordíthatja Magyarország népesség fogyását az új családok otthonteremtési kedvezménye, nyilatkozta televíziónknak az országgyűlés elnöke Nyírcsaholyban. Kövér László elmondása szerint a kormány családtámogatási lehetőségei függenek attól, ahogy a válságot kezelte, ahogy stabilizálta az ország gazdaságát és újra emelkedő pályára állította azt. A 10 plusz 10 milliós lehetőség mellett a lakásépítés áfájának 5%-ra való csökkentése is hozzájárul a családok támogatásához, így a népességfogyás megállításához, véli az országgyűlés elnöke. Kövér László szerint a magyar emberek családszeretőbbek az európai átlagnál, és a még családalapítás előtt álló fiatalok legkevesebb 2, de inkább 3, vagy még annál is több gyermeket szeretnének. A magyarországi termékenységi ráta az 1,4% körül van valahol, és ahhoz, hogy egyáltalán önmagunkat reprodukálni tudjuk, ahhoz nyilvánvalóan értelemszerűen minden nőnek legalább 2 életet kellene, hogy világra hozzon. Tehát még messze vagyunk ettől. Amikor megkérdezzük a később már kevésbé fiatalokat, hogy vajon mi akadályozta meg őket abban, hogy az álmaikat, a vágyaikat a tekintetben is valóra váltsák, akkor leginkább az anyagi bizonytalanságra hivatkoznak, de ezen belül is az saját otthonhoz való jutás nehézségei ezek az első helyen említődnek. Tehát ezzel az intézkedéssel egy olyan családpolitikai nagy lépést szeretnénk tenni a korábbiakhoz képest, ami a történelmi távlatban még belátható időn belül megfordítja Magyarország népességfogyását. A politikus elmondása szerint a kormánya, hogy a válságot kezelte, ahogy stabilizálta az ország gazdaságát és újra emelkedő pályára állította, lehetőséget teremtett az új családtámogatási rendszer bevezetésére. Az intézkedéseket befolyásolja továbbá a világgazdasági és az európai gazdasági környezet alakulása, ami sajnálatos módon nem tartott lépést a magyar fejlődéssel, tette hozzá Kövér László.
Ha az euróövezet gazdaságát nézzük, amitől Magyarország az jelentős mértékben függ, akkor az mind az államadóság tekintetében, mind a gazdasági növekedés tekintetében, mind a munkanélküliség tekintetében elmarad a magyar állapotokhoz képest. Tehát itt nagyon óvatosan kell a jövőre vonatkozóan bejelentéseket tennünk, hogy tartani is tudjuk hosszú távon azokat az intézkedéseket, amelyek rövid távon nyilvánvalóan örömet okoznak az embereknek, különösen azoknak, akik konkrétan személy szerint részesülni tudnak ebben. Kövér László mindenről Nyíltsahajban egy lakossági fórumon nyilatkozott, ahol időközi polgármester választás lesz január 24-én vasárnap. A korábbi településvezető Mihálko Attila ugyanis tragikus hirtelenséggel tavaly októberben elhunyt. Az országgyűlés elnöke támogatásáról biztatta a Fidesz-KDNP színeiben induló Magyar Csabánét. Nem késő még beadatni az influenza elleni védőoltást, a járvány ugyanis várhatóan 1-2 hét múlva kezdődik. A védettség kialakulásához körülbelül 10-14 nap szükséges. A vakcina bizonyos rizikócsoportok tagjainak, például a 60 év felettieknek és a légzőszervi betegeknek kiemelten javasolt, számukra ingyenes is az oltás. Bár még nincs influenza járvány, az általunk megkérdezett szakember azt tanácsolja, minden esetben keressék fel a betegek a házi orvost, ugyanis influenza-szerű tüneteket számos egyéb kórokozó is okozhat. Szerencsére egyelőre influenza-szerű megbetegedéssel még nem jelentkeztek nálunk a praxisban, sem gyerekek, sem felnőttek. A jellegzetes tünetek ugye általában a magas láz, torokfájás, gyengeség, levertség, illetve fejfájás, izomizületi fájdalmak. Az előrejelzések szerint várhatóan 1-2 hétig még biztos nem lesz járvány, tette hozzá a házi orvos, de utána már elkezdődhet az influenza szezon. A védőoltás beadatása éppen ezért még most sem késő, a védettség kialakulásához ugyanis körülbelül 10-14 nap szükséges. Az oltás nem kötelező, de bizonyos rizikócsoportok tagjainak javasolt. Az oltás gyakorlatilag mindenkinek javasolt, de különösen azokra igaz ez, akik 60 év felett van valamilyen krónikus betegségük, tehát ilyen krónikus légzőszervi megbetegedés, szívérrendszeri betegség, olyanoknak, akik egészségügyben dolgoznak, vagy állattartással foglalkoznak, és akik ebbe a kategóriába tartoznak, azok számára ingyenes is az oltás. Bár a védőoltást úgy fejlesztik ki, hogy az adott évben várható kórokozók ellen hatásosak legyenek, más betegségektől bárki megfertőződhet. Ezért az influenzás időszakban fontos jobban ügyelni a higiénés szabályok betartására, valamint vitaminokkal erősíteni az immunrendszert. Több mint 30 tanár és tankerületi igazgató érkezett a romániai Szatmár megyéből Nyíregyházára, hogy a helyi iskolákkal közösen tanácskozzanak a következő időszak határon átnyúló anyanyelvi oktatásának ügyéről. A konferencia résztvevői Európai Uniós pályázati forrásokból valósítanának meg együttműködési programokat, amelyek kiemelt célja a magyar nyelv fenntartása és ápolása. Nyíregyházán a Városházán tartották annak a konferenciának a megnyitóját, amelynek célja, hogy a határon átnyúló kapcsolatok ápolásához keressenek partnereket a magyar nyelvű iskolák. A projekthez a tervek szerint Európai Uniós forrásból, a februárban induló román-magyar programból szereznek közös fejlesztési forrást a felek. Szatmárnémetiből, Romániából 33 tanár és tankerületi igazgató érkezett ide. Itt már a nagy teremben gyülekeznek a miénk Nyíregyháza megyeiből városában lévő iskoláknak a igazgató asszonyai és urai, akik arról fognak itt konferenciázni, majd a Vikár általános iskolában, hogy hogyan tudnak közös pályázatokat benyújtani az anyanyelvi oktatás területén. Ez nagyon fontos a számunkra, ráadásul mivel határon át nyúló projektről van szó, és az ottani magyar anyanyelvi oktatást kívánja támogatni, ezért Nyíregyháza városa úgy döntött, hogy ha háttérben maradva is, de helyet ad ennek a rendezvénynek, mert ez a magyar nyelvnek a fenntartása, a magyar nyelvnek az ápolása miatt ez egy fontos prioritás. A konferencia kiemelt célja, hogy a már meglévő intézményi kapcsolatok mellett újak is kialakulhassanak, hangzott el a megnyitó ünnepségen.
Nekünk a Szatmárnémeti Kölcsei Ferenc Főgimnáziumnak és a Nyíregyházi Kölcsei Gimnáziumnak 20 éves múltra visszatekintő nagyon-nagyon jó testvériskolai kapcsolatunk van, és nagyon sok előnyét élvezzük ennek mindkét részről, és szeretnénk ezt a testvériskolai kapcsolatot megyei szintre emelni. Szeretnénk, ha más iskolák is megtapasztalnák azt, hogy ennek milyen sok pozitív oldala lehet. Ráadásul indulnak azok az Európai Uniós projektek, amelyeknek kapcsán konkrét együttműködési formát nyerhetnek ezek a kapcsolatok. Az intézmények tervei között szerepel olyan pályázati források keresése, amelyek az infrastruktúra fejlesztéséhez, valamint szakmai találkozók és közös kulturális programok rendezéséhez nyújtanak anyagi forrást. 6. alkalommal rendezték meg a Kölcsei Ferenc szónokversenyt a Megyeházán a Magyar Kultúra Napja alkalmából. A megmérettetésről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Vasárnap Szabolcs-Szatmár Bereg megye 6 sportcsarnokában 38 csapat részvételével megkezdődik a Nyírerdő Kupa kispályás labdarúgó torna. Az MLS megyei igazgatósága által szervezett rendezvény 8-as döntőjének január 31-én a nyíregyházi Filó foci csarnok ad majd otthont. Bejutott az 5.-6. korcsoportos futszal diákolimpia országos döntőjébe a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium együttese. Pók István tanítványai a 6 csapatot felvonultató megyei döntő fináléjában a kisvárdai Besenyei Gárdáját győzték le 3-2-re. Az országos döntőnek a hétvégén Békés Csaba ad majd otthont. Hatodik alkalommal rendezték meg a Kölcsei Ferenc szónokversenyt Nyíregyházán. A Magyar Kultúra Napja alkalmából a diákok idén is reformkori beszédeket tartottak a Megyeházán. A megmérettetésen 11 középiskolás többek között az örökös megváltás tárgyában és a szólásszabadság ügyében szónokolt. Kötelességemnek érzem a megtörténtekkel kapcsolatban a szólásszabadságának védelmébe kelni, ugyanis a szólásszabadság egyike az embernek kiáró legalapvetőbb jogoknak. Kardos Norbert fehérgyarmati diák hangja betöltötte a Megyeháza dísztermét. A megmérettetésre jelentkező ifjak és a Kölcsei Ferenc szónokverseny célja, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk a magyar hagyományoknak, nemzeti tudatunk erősítésére. Két fordulóból áll ez a verseny. Az első fordulóra otthon fel tudtak készülni a tanulók, megadtunk két témát, és ebből egy 3 perces szónoklatot kell most majd itt a zsűri tagjai előtt nekik bemutatni. A második forduló már nehezebbnek bizonyult, hiszen 10 perc felkészülési idejük volt a versenyzőknek. A témát a zsűri még a verseny előtt határozta meg. A versenyre jelentkezők zöme idén is fiú volt, a 11 diák közül csak egy lány akadt. Ám mindannyian úgy vélték, a kiállás, a gesztikuláció is nagyon fontos egy ilyen versenynél. Szerintem egy jó szónoknak alapvetően magabiztosnak kell lennie, úgy kell kiállnia, hogy jól csinálja, mit csinál, és egyszerűen a megjelenésével, a hangulatával és a kiállásával kell elnyerni a nézőknek, illetve a zsűrinek a szeretetét vagy az értékelését. A reformkorral kapcsolatos beszédeket, szónoklatokat idén is szakmai zsűri értékelte, a zsűritagok között akadt irodalmár, történész és politikus is. Ez a verseny, mondhatnám talán játékos formában, vagy fiatalok számára is érthető módon közelít Kölcsei hagyatékához. Kölcseiről pedig nem kell beszélnünk, hogy miért fontos számunkra, különösképpen így a Magyar Kultúra Napja előtti napokban, ugye a Szatmárcsekei hagyományos ünnepség, amit a Megyeházán is megünneplünk immár lassan 7-8 éve, mióta Kölcsei Ferencre emlékező szobrot állítottunk a megyei önkormányzat épülete előtt. Bővül és fejlődik ez a ünnepségsorozat, ezzel a szónokversennyel is néhány éve. A szónokverseny legjobbja a szombati megyeházi ünnepségen mondhatja el nyertes beszédét. Vasárnap Szabolcs-Szatmár Bereg megye 6 sportcsarnokában 38 csapat részvételével megkezdődik a Nyírerdő Kupa kispályás labdarúgó torna. Az MLS megyei igazgatósága által szervezett rendezvény 8-as döntőjének január 31-én a nyíregyházi Filó foci csarnok ad majd otthont.
Több mint egy évtizedes múltra tekint vissza az alacsonyabb osztályú megyebeli futballcsapatok felkészítési segítő kispályás torna. A Magyar Labdarúgó Szövetség megyei igazgatósága által szervezett rendezvény selejtezőit vasárnap a megye hat sportcsarnokában, Gyulaházán, Tiszavasváriban, Leveleken, Újfehértó, Nyírbátorban és Csengerben rendezik meg. 36 csapat jelentkezését vártuk előzetesen. Örömmel mondhatom azt, hogy a határidőig, a jelentkezési határidőig 38 csapat adta be a jelentkezését, és természetesen úgy döntöttük, hogy két helyszínen akkor nem 6, hanem 7 csapat fog majd versenyezni. Ez a két hétfős csoport Gyulaháza, illetve Csenger, a másik 4 helyszínen pedig 6 csapat fog majd körmérkőzéses mérkőzést játszani. Mind a 6 helyszínen, ugye a selejtezőknél 6 helyszínen reggel 8 órakor kezdődnek a találkozók, és valamivel 17 óra előtt érnek véget, tehát nyugodtan mondhatom, hogy reggeltől estig fog pattogni a labda. A szabadtéri szezon kezdetéig még több megyei igazgatóság által szervezett torna segíti majd a csapatok felkészülését. Hagyományoknak megfelelően idén is szervezünk a megyei női bajnokságban részvevő csapatok számára női tornát. Például most 17-én indul, ugye, ahogy említettem, a Nyírerdő Kupa, január 16-án már lesz női tornánk, illetve volt decemberben is. Elsősorban a helyszínét szintén a nyíregyházi Filófoci csarnok. A leány U15-ös csapatok számára is szervezünk tornákat, egy már lezárult Balkányba, lesz Nyíregyházán is, és a tervek szerint Kisvárdán is lesz még a télen az újonnan indult leány U15-ös bajnokságban részvevő csapataink számára. Az öreg fiúknak is volt már, és lesz már teremtornájuk, lesz még teremtornájuk, illetve az utánpótlás bajnokságoknál, hiszen ne felejtsük el, hogy a futszál U11, 13 és 15-ös korosztályú csapatoknak idén is rendez, idén télen, január végén, február-márciusban a megyei igazgatóság futszáltornákat, ahogy ez volt tavaly előtti esztendőben. Nyugodtan mondhatom, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan sok csapat, sok egyesület nevezett be ezekre a futszáltornákra is. A Nyírerdő Kupán vasárnap minden helyszínről 4 csapat jut tovább a január 24-i második körbe. A 8-as döntőnek január 31-én a nyíregyházi Filófoci csarnok ad majd otthont. Bejutott az 5.-6. korcsoportos futszal diákolimpia országos döntőjébe a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium együttese. Pók István tanítványai a 6 csapatot felvonultató megyei döntő fináléjában a kisvárdai Besenyei gárdáját győzték le 3-2-re. Az országos döntőnek a hétvégén Békés Csaba ad majd otthont. 6 együttes lépett pályára Nyíregyházán, a Bencs iskola csarnokában az 5.-6. korcsoportos diákolimpia megyei döntőjében. A finálét a papírformának megfelelően a vasvári és a kisvárdai besenyei csapatai vívták. A végig szoros mérkőzésen végül egy gólos győzelmet aratott az alacsonyabb osztályú nagypályás csapatokban szereplő játékosokat felvonultató vasvári. Eléggé kiegyensúlyozott mezőnynek sikerült az élén végezni. A csoportmeccsek során is voltak ügyes csapatok, ott egy hónappal ezelőtt ott, de azért sikerült magabiztosan tovább jutnunk. Most a döntőbe pedig ugye 2-3-as csoport volt, ez volt a lebonyolítás rendje. Mi a Baktalórendházával kezdtünk, egy nagyon nehéz mérkőzés volt, mert az első meccs volt, még egy kicsit álmosak voltak a fiúk, ugye korán reggel volt ez a most ez az első mérkőzés. De nyertünk, utána a Fehérgyalmattal játszottunk, őket sikerült már könnyebben megverni, legyőzni. A döntőbe a kisvárdai Besenyei gimnáziummal csapatával játszottunk. Hát minden évben találkozunk, majdnem minden évben döntőt játszunk egymással, úgyhogy jól ismerjük őket, ők is minket. Megint egy nagyon nagy meccset játszottunk. Talán nekünk volt több szerencsénk, vagy jobban koncentráltunk, vagy talán pihentebbek voltunk a sorsolásnak köszönhetően. A lényeg az, hogy megnyertük a mérkőzést 3-2-re. A Megyei Diásport és Szabadidő Egyesület elnöke bízik abban, hogy az országos döntőben is jól szerepel majd a vasvári. Örömteli eljönni egy-egy ilyen rendezvényre és látni ilyen színvonalú mérkőzéseket, hiszen valóban fiatal srácokról van szó, és jó látni azt, hogy mennyire a szívükön viselik ezt a meccset, mennyire tudnak közösségben dolgozni, együtt mozogni a pályán, és mennyire tudnak örülni egy-egy eredménynek. És örülök annak is, hogy vannak valóban olyan játékosok, akik kiemelkednek ebből a mezőnyből, és bízom benne, hogy őket láthatjuk majd a későbbiekben, utánpótlás szint után majd a felnőttek között is vitézkedni, és bízom benne, hogy tovább öregbítik majd a megye hírnevét, úgy, ahogy most a Vasvárinak a győztes csapata, amely már nem először nyert diákolimpiai megyei döntőt és képviseli a megyét az országos döntőbe. Bízunk benne, hogy most valóban egy olyan eredményt tudnak majd elérni, amelyre méltán lehetünk büszkék mi is. Az országos döntőt 20 csapat részvételével a hétvégén rendezik meg Békés Csabán. A vasvárisok célja a legjobb 8 közé kerülés. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Bővíti nyíregyházi gyárát a LEGO. A 30 milliárd forint értékű beruházással a dán cég 1600 fővel növeli munkaerőállományát.
A fejlesztéssel kétszeresére nő a nyíregyházi gyár mérete, több mint 700 új gépet szereznek be, és a csomagolási kapacitást is bővítik. A kormány költségvetési forrásból 4,4 milliárd forinttal járul hozzá a beruházáshoz. Belátható időn belül megfordíthatja Magyarország népesség fogyását az új családok otthonteremtési kedvezménye, nyilatkozta televíziónknak az országgyűlés elnöke Nyírcsaholyban. Kövér László elmondása szerint a kormány családtámogatási lehetőségei függenek attól, ahogy a válságot kezelte, ahogy stabilizálta az ország gazdaságát és újra emelkedő pályára állította azt. Nem késő még beadatni az influenza elleni védőoltást, a járvány ugyanis várhatóan 1-2 hét múlva kezdődik. A védettség kialakulásához körülbelül 10-14 nap szükséges. A vakcina bizonyos rizikócsoportok tagjainak, például a 60 év felettieknek és a légzőszervi betegeknek kiemelten javasolt, számukra ingyenes is az oltás. A Kölcsei Televízió híradóját látták pénteken. A hétvégén heti hírösszefoglalóval várom majd Önöket. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Híreink továbbra is elérhetőek honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap már napos időre számíthatunk, a csapadékot adó frontrendszer kelet felé elvonul térségünk fölül, mögötte már szárazabb, ugyanakkor egyre hidegebb levegő érkezik. Estétől csökken a felhőzet, megszűnik a havazás és kiderül az ég. A szél mérsékelt marad, reggelre általában mínusz 8 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben általában gyengén felhős idő várható, több órás napsütéssel. Számottevő csapadék nem lesz, de esetleg egy-egy hózápor előfordulhat. Az északi szél estétől helyenként megélénkül, délutánra egy fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. Vasárnaptól erős északi széllel sarkvidéki eredetű légtömeg árasztja el a Kárpát-medencét, napközben is fagypont alatt marad a hőmérséklet, az éjszakák pedig csípősek lesznek. Vasárnap fátyol felhős, majd hétfőn és kedden napos idő várható, szerdán jöhet újabb, de kisebb mennyiségű hó átmeneti enyhüléssel.